A Baka István általános iskola melletti füves területet szemelte ki az új orvosi rendelő helyszínéül az Éjjel-Szekszárd frakció, de semmiképp sem a meglévő biciklipálya helyére építenék azt. Murvai Árpád, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke azt mondta, a gazdasági bizottság korábban már pályázat beadásáról is döntött, aminek segítségével épp hogy fejleszteni szeretnék a biciklipályát. A fiataloknak egy olyan pályája lehet, amely a saját igényük szerint van kialakítva, illetve országos szintű versenyek lebonyolítására legyen alkalmas. Ez a célunk. Az Éjjel-Szekszárd elképzelései szerint az orvosi rendelő a szomszédos szupermarket mögötti zöld területen kapna helyet. Az orvosi rendelő kicsit arrább, a mögötti területen lenne elhelyezve, mi elképzeléseink szerint. Természetesen ezt a lakossággal egyeztetni kívánjuk. A helyszínen fórumot tartottak az Éjjel-Szekszárd frakció képviselői, a területen további parkolók is épülnének az elképzelések szerint. A most még a kórház melletti Szabó Dezső utcába tervezett rendelőben három körzet 4700 fős lakosságának a házi orvosi kiszolgálását végeznék. Február 10-én az Éjjel-Szekszárd tagjaiból álló gazdasági bizottság döntésével kötelezte a polgármestert, hogy írja alá a rendelő kivitelezői szerződését. A február 27-i közgyűlésen pedig döntöttek arról, hogy megbízzák a főépítést új helyszínek megvizsgálásával, de a folyamatban lévő kivitelezést nem állították le. Azt Ács Rezső polgármester tette meg a helyszín lezárásakor kialakult lakossági tiltakozás miatt. 69-en ellenezték aláírásukkal a beruházást, és több mint kétszer ennyien 188-an támogatták azt. Eddig 20 milliót költött a város az épület tervezésére és kivitelezésére. Az elmúlt időszakban nyilvános egyeztetést is szerveztek az Éjjel-Szekszárd frakció képviselőivel, ám azon végül a politikusok közül csak a polgármester vett részt, aki azt az álláspontot képviselte, hogy új helyszín keresésére már nincs idő. Az magában hordozza azt a veszélyt, hogy egyáltalán nem lesz rendelő, a város pedig így elveszti a már elköltött 20 millió felül azt a pénzt is, amit a 80 millió forintos nagyságrendű beruházásra nyert a területfejlesztési operatív programban.